Augusztus 20-án Kisteleken az Arató és Búcsú ünnepen lépett fel Kiskörösváros fuvolzenekara. A közel 50 fős társaság műsorában számos hangszer csendült fel a 3/4 órás előadás során. Népszerű, könnyű zenei átiratokat játszottunk, fuvolzenekari indulókat, voltak közös számok, 3 közös indulót, 3 különböző karmester vezényelt. Hatalmas sikert alatott a zenekar, nagyon homogénen és kultúráltan, szóval nagyon büszkén vittük Kiskörösváros hírnevét. Kisteleken 3 zenekar lépett fel, akik a koncert végén együtt zenéltek, így közel 170 fő előadását hallgathatták meg egyszerre a résztvevők. Az újjászervezett Kiskörösváros fuvolzenekara rengeteg időt tölt próbákkal, hogy a pandémiás időszak miatt kimaradt élményeket pótolni tudják az előttük álló fellépéseken. A nyáresti fúvós muzsikát, ez augusztus 29-e 18 óra Petőfi tér, ezután egy pici, nem is azt mondom, hogy szünet, de kihagyás után találkozunk szeptember 26-án, ez 14 órától várható, ez még tervezés alatt áll, a 26-a az biztos, ez a mi fúvószenekari fesztiválunk, ezen részt fog venni Kistelekváros fúvószenekara, illetve Szegedváros fúvószenekara. Október 16-án pedig a Mazsoret Fesztiválon találkozhatnak a zenekarral.